A True crime videó annyira tetszett nektek, hogy már el is hoztam a folytatást. Erre még nem gondolt senki. Első lángelme fogta a nyomtatóját és visszavitte a targetbe, mert azt mondta az eladónak, hogy nem tetszik és kéri vissza a pénzét. Ezzel még úgy nem is lett volna probléma. A gond az annyi volt, hogy a kinyomtatott 100 dollárosokat benne hajta a nyomtatóba. Igen, a bankjegyek híresek arról, hogy egy sarki boltban vett tintasugaras nyomtató pont ugyanolyan minőségben tud nyomtatni. Hogy ez még nem jutott az eszembe? Kolbászból a kerítés. A második Lángelménk egy olyan boltot akart kirabolni, ami mellett egy jó, magas és mindent akaró kerítés volt. A terve az volt, hogy miután megpattan a boltból a szajréval, átmászik a kerítésen és elvegyül a tömegbe. A probléma az volt, hogy nem mérte fel jobban a terepet, és amikor átmászott a kerítésen, akkor jött rá, hogy ő egy nudista strand közepén van. És bizony a nudisták között viszonylag hamar észre lehet venni egy fickót, aki nyakig be van öltözve. Tolvaj tempó. Sonicnak az volt a stratégiája, hogy leszpídránozza a rablást. Berohant a kávézóba, bevágta magát a sor elé, az első ember kezéből kivette a kávét, leöntötte vele a barisztát, majd jó hangosan követelte a pénzt, és csattant a kezén a bilincs. Ekkor vette észre, hogy három rendőr áll egymás mögött sorban a barista mellett, így sajnos a rendőrök speedranoltak nem a tolvaj. Nagy titka. Angliában három drogos betépve kitalálta, hogy kifosztanak egy házat, és abból vesznek új cuccot. Elkezdték átúrni az első házat, amit kiszemeltek, és az egyikük észrevett a kandaló fölött egy jó, nagy, szép, díszes urnát. Gondolta, biztos tele van pénzzel, de sokkal jobbat talált benne. Kokain! El is kezdték beormányolni a cuccot, aztán egyre rosszabbul érezték magukat. Mert kiderült, hogy a normális ember a nagymama hamvait tartja egy urnában, nem pedig kokain, úgyhogy a három kórházban kötött ki. Romantikus randi. Tolvajunk reggel bement az italboltba, és annyira megtetszett neki a pultos lány, hogy ott hagyta nála a nevét és a telefonszámát. Nem tartom valószínűnek, hogy a lány viszonyozta volna az érzéseit. Na mindegy, este, amikor kirabolta a boltot, a lány felismerte, úgyhogy a kiérkező rendőröknek odaadta a Cetlit a srác nevével és telefonszámával. Szegénynek este a romantikus randi nem éppen úgy sikerült, ahogy ő azt elképzelte. Sánta öregembert hamarabb utolérik, mint a hazuk kutyát. Papi mankóval és egy sportáskával besétált a bankba, lerakta a táskát az asztalra, majd közölte a pultosnak, hogy ide az összes pénzt. Pultos csak simán ránézett, és annyit mondott, hogy nem. Ekkor az öreg fogta magát, megfordult, és kibicegett a bankból. A táskáját viszont az összes papírjával együtt ott hagyta az asztalon. Mardekár utódja, egy bedrogozott férfi kitalált, hogy a helyi állatboltban lévő kígyók baromi értékesek, és azt ő bizony el fogja lopni. Betörte a kirakat ablakát, az összes terráriumot, és a kígyókat elkezdte bepakolni egy párnahuzatba. A terve viszont viszonylag hamar meghiúsult, mert amikor az egyik piton rátekeredett és elkezdte folytogatni, miközben egy iguána ráharapott a korona ékszerekre, így szerencsétlen már nem tudott átmászni a kerítésen, és nem tudott megszökni. A kiérkező rendőrök meg valószínűleg a mai napig ezen az éjszakán röhögnek. De még egy bónusz epizód így a végére, a román Botticelli. Egy román férfi fénymásolt pár bankjegyet, ami csak egyen rosszabb, mint a tinta nyomtató, és mivel az eredmény nem volt túl meggyőző, ezért Filztól elkezdte kiszínezni őket. Ne sem tudom különböztetni az eredetitől. De az a kis virágocska, nekem az a kedvencem. Én esküszabadon engedtem volna az öreget, viszont a rendőrség nem ismeri a tréfát a pénzhamisítással szemben, ezért eljárás indult a román Botticelli ellen. Na jó, még egyet, de most már tényleg ez lesz a vége. Az usa a rendőrök megállítottak egy nőt, mert gyanúsan rosszul vezetett. És amikor megkérték, hogy fújjon bele a szondába, ő csak annyit mondott, hogy szondáztassátok meg a pasimat mögöttem, mert ő nálam sokkal részege. Ha tetszett a videó és szeretnéd támogatni YouTube-os munkásságomat, akkor egy like feliratkozással és megosztással rengeteget tudsz nekem segíteni. A havi 200 forintos csatornatagság díjat macska kajára költöm, de ami a legfontosabb, hogy ne hallgassatok rádiót.